A színházi világban dolgozók számára nem újdonság, hogy minden nyár mást hordoz magában. Általában további munkát vagy teljes pihenést. És nem volt ez másképp idén sem. Az évadnak júniusban vége lett, az opera leállt, a művészek pedig egy egészen más tempóban kezdtek élni, mint az év többi időszakában. Balczó Péternek például a nyár új kezdetet is jelentett. Hát nagyon hirtelen az évad zárása után megszületett a második kisfiam, június 22-én, úgyhogy most már két gyermekes családapa vagyok. De nem a fiatal tenor az egyedüli, aki gyerekeivel együtt élvezte a nyár minden ízét. Van családom, és egész évben távol vagyok tőlük, hát azzal, hogy esténként nem vagyok a színházban, és akkor nekik szentelem, és akkor nyaralunk, ész nélkül. Úgy pancsolok a szelidítóba, mintha 5 éves lennék. Kise jövök? Ilyeneket. A július-augusztusban már nem volt semmi feladatom, úgyhogy együtt tölthettem a nyarat a családommal. Sáfár Orsolya évek óta hódol biciklis túra szenvedélyének. Korábban férjével kettesben túráztak, ma már gyermekeikkel vágnak neki az országnak. Idén két útvonalon is indult a sportos család, a Tisza-tó és a Balaton körül is tekertek. Nekivágtunk egy olyan túrának, több családdal együtt, amit Kis Balaton körnek neveznek, ha jól tudom. Elindultunk Szántódról, Siófokszabadisóston, meg álltunk sátrazni. Ez volt a gyerekek első sátras élménye, úgyhogy nagy izgalom volt a sátorállítás, sátorban alvás. És másnap pedig összepakoltuk a cokmókot és mentünk tovább, akkor Almádiig tekertünk el, az egy hosszabb menet volt, és a harmadik nap pedig Almáditól Tihanyig kellett eljutni, és úgy onnan vissza Komppal Szántódra, ahonnan már mindenki hazamehetett. Szvétek László nem csak 5 évesként pancsolt, hanem különleges szenvedélyének is hódolt a szünetben. Oldtimereket gyűjtök, és azokat én szerelem, és egész évben csak nézem, hogy mit kéne rajta csinálni, és nyáron van rá idő. Meg hát ha van egy nyaralónk, és rohanunk, mert egész évben ugye nincs idő, és rohanunk, és minden percet ott töltünk, és szuper jó. Löblan Gergely balettművésznek is vannak kubai oldtimeres emlékei. De járt Tájföldön, ahol egy trópusi vírust is elkapott. 1 hét kellett, hogy rendbe jöjjön. Most már Erdélyben a Kárpát-haza operatúrán mutatja meg a vígözvegyben mozdulatait. De térjünk vissza Balczó Péterhez, aki eddigi nyári szabad idejének egy részét Olaszországban szakmai megmérettetésekre, kurzusokra használta fel. Most azonban a babázás mellett inkább a Balaton partján pihent. Balatonon voltunk 1-4 napot, a párom nagyszüleinek van egy nagyon szép nyaralójuk lent Fonyarcvashegyen, illetve a család másik részének pedig Fonyódon van nyaralója, úgyhogy ott töltöttünk el nagy családi körben, nagymamák, dédmamák, unokatestvérek, más unokatestvérek körében töltöttünk el 5 napot, az nagyon szép volt. És várhatóan az idei évad is nagyon szép lesz, hiszen az operaház bezárásától függetlenül a művészek idén is számos produkcióval várják a közönségüket, teljes mértékben kipihenve magukat, megújult energiákkal az RKL színpadán.